Fokváros lehet a világon az első nagyváros, amely kifogy az ivóvízből. A Dél-afrikai Köztársaság fővárosában jövőre tolták a nulladik napot, vagyis azt a dátumot, amikor elfogy a víz, és milliók ellátása válik kérdésessé. Ha ez bekövetkezik, a létfontosságú intézményeket leszámítva fejadagrendszer alapján osztanák a vizet a lakosoknak. A vízharangot már korábban megkongatták. Egy tavalyi UNICEF jelentés alapján 36 országnak kellene jelenleg szembenéznie vízkrízissel. Sőt, olyan vélemények is akadnak ettől függetlenül, hogyha kitör a harmadik világháború, annak az édesvízkészletek hiánya lesz a kiváltó oka. Noha Magyarországon kedvező a helyzet, a mezőgazdaságra az aszályok jelentik a legnagyobb veszélyt. Az idei előrejelzés azt mutatja, hiányzik az aranyatérő eső, és már a középső talajrétegekben is komoly vízhiány mutatkozik. Bogyó Dávid projektvezető a vendégünk. Jó reggelt kívánok, és ez alkalommal nem baj, hogyha bár néztük a riportfilmet, láttam, hogy némi pontosítást tett, és ez egyáltalán nem baj, mert mi innen távolról szerkesztő riporter kollégáink is így látjuk, viszont gyakorlatilag olykor látjuk, hogy a realitás más. Tehát nem fejadagot oszthatnak, hanem osztanak. Így van. Meg van olyan város már, ahol vagy település, ahol nincs egyszerűen ivóvíz, például Indiában. Így van. Tehát a világon a vízhiány, az ivóvízhiánya és egyéb módon az elérhető vízhiánya mezőgazdasági szinten az nagyon nagy területeket érint. Fokváros ez egy kiemelkedő példa, több milliós nagyvárosról van szó, ahol konkrétan fejadagot osztottak, tehát törvény és egyéb úton az elmúlt legalább egy évben 25 liter per nap mennyiségre korlátozták az emberi vízfogyasztást, ami néhány vécé üblítéssel egyenlő. Na de csak hogy rakjuk ezt a 25 litert valahova, én azt olvastam, hogy mi Magyarországon mondjuk 130 litert használunk el egy nap. Ez az teljesen reális. Az reális. És akkor ők 25-öt maximum. Maximum, igen. És az iparban meg a mezőgazdaságban olyan szintű korlátozásokat vezettek be a vízfelhasználásban, ami a gazdaságra, a munkanélküliségre és minden egyébben nagyon komoly hatással volt. És még így is elfogyhat teljesen. Gyakorlatilag enélkül biztosan elfogyott volna, tehát a Fokváros környékén lévő víztározókban, mesterséges víztározókban a tavalyi folyamán, illetve idén tavasszig, ha jól tudom, ilyen 5-10%-a volt a normál mennyiségnek. Tehát egy hosszú idő óta jelenlévő aszályos időszak és sok más egyéb faktor következménye, ami ott előállt, de arra riasztóan jól mutat rá a jelenség, hogy a globalizált, urbánus, nagyvárosi környezetben lesz a leginkább tűéles ez a probléma, mert ott az ellátási rendszerek is tudják ezt fokozni. Tehát egy vidéki környezetben, bárhol a világon hiába van vízhiánya, ahogy ez elhangzott, ott kevésbé lesz annyira látványos, mint egy több milliós nagyvárosban. 10 éve készült egy világhírű dokumentumfilm, az volt a címe, hogy One Water, egy a víz, Sanjeev Chatterjee, indiai-amerikai filmrendező készítette 14 országban. Megrázó pillanat volt az, ahogy látták, hogy Ecuadorban például a hegyről viszik le a jeget, hogy a turistáknak a koktéljában legyen jég. Indiában gyakorlatilag asszonyok a fejükön ilyen nagy kancsókkal utaznak, hogy ivóvizet vigyenek és átússzák így a mérgezett patakot, miközben Magyarországon bemutatták a Széchenyi fürdőt, a Bajai Halászléfőző Fesztivált, megragadóan szép kép volt, de érdekes volt azt látni, hogy Magyarország a nagyon boldog felében volt megmutatva. És hajlamosak vagyunk néha azt mondani, hogy jó, hát ez messze van, ez nem a mi problémánk. Köszönöm a kérdést, ez az egyik kedvenc szófordulatom, amit én is használok hasonló környezetben, csak úgy szoktam folytatni, hogy ez nem így van. Tehát ez egy távoli problémának tűnik, és való igaz, hogy 2025-re a világ kétharmadát érinteni fogja a vízhiány teljes vagy részleges módon. De Magyarországon is vannak problémák, azonban ezeket ilyen tradicionális módon úgy kezeljük, mintha a víz itt végtelen lenne. Ugye a felszíni vizeknek az aránya, illetve a felszíni víz felhasználása szempontjából és a felszín alatti víz felhasználása szempontjából is jónak tűnik Magyarország helyzete, de több fontos tényezőt is érdemes megemlíteni. Az egyik az, hogy kívülről érkeznek döntően Magyarországra a felszíni vízkészleteink a szomszédos országokból, amiket nagyon sok tényező érint, illetőleg a felszíni vizeknek a vízmérlege még így is negatív, ami azt jelenti, hogy több vizet folyasztunk ki, hogy így fogalmazok, a Kárpát-medencéből, mint amennyi beérkezik, miközben az itt hulló csapadék egyre kevesebb. Tehát a helyi csapadék szinten csapadékhiányosak vagyunk. Ez látszik a mezőgazdaságban, itt a bejátszásban is ez látszódott. Illetőleg fontos tudni, hogy szintén ezekből a felszíni vízkészletekből, például Magyarországon minimum 4 millió ember iszik ivóvizet, ugye parti szűrésű vizek révén a Dunából, tehát közvetve ez is felszíni víz, illetőleg a felszín alatti vizeknek a kihasználása szempontjából nagyon riasztó tendenciák látszódnak az Alföld bizonyos vidékein, például a Homokhátságon vagy a Kiskunságon, tehát ez a probléma Magyarországon is jelen van.
sokkal jobban figyelmet kéne fordítani egyéni és közösségi szinten. Egyrészt a vízfogyasztásra... Ne hagyjuk, hogy csöpögjön a csap, ilyen az, típusú... Tehát például ne vásároljunk annyi ruhát. Nézzük meg, hogy 10-20 éve hány ruhát vásároltunk. A mezőgazdaság vízfelhasználásán kívül például a textilipar egy óriási probléma, és ezzel exportáljuk a problémát. A Dél-Kelet-Ázsia látszólag nem itt van, de mi a dél-kelet-ázsiai ruhát fogyasztjuk, mi a bangladesi vízhiányt fogja erősíteni. Illetőleg itt a keletkező hulladék feldolgozása során Magyarországon is hatalmas vízigény fog előállni, stb. Tehát az egyéni életünk. Általában a politikusok szokták azt mondani, hogy menjenek el szavazni, mert minden szavazat számít. De akkor, amikor valaki most a TV képernyő előtt Emilia kérdésére az ön válaszát hallja, akkor, és azt a kérdést felteszi, hogy na éppen az én farmer nadrágon fog vízhiányt okozni, akkor vagy az én csöpögő csapom, vagy persze, hogy lehúzom a WC-t, hiszen megtehetem, mindenki más is megteszi, akkor erre mit mond? Én erre azt tudom mondani, hogy a társadalomban fel kell ébrednie a gondolkodó emberek között egy olyan mennyiségű tömegnek, aki a döntéshozóktól és a, mondjuk a termelési láncoktól idézőjelben kiköveteli azt, hogy ezek a szempontok érvényesüljenek Nyugat-Európában, Skandináviában. Ez látszik, hogy az emberek nem hajlandóak pazarló módon elkészült élelmiszereket, fenntarthatatlan módon előállított ruhákat fogyasztani. Itt egy pillanatra, ha megállunk, láttuk azokat a nyugat-európai szörmetüntetéseket, amikor például a kisállatoknak a védelméért tüntettek emberek. Láttunk olyat, amikor klasszikus az osztrák háziasszony, aki ketté bontja a tejföl dobozát, ezt ide dobja, azt meg oda, mert szelektíven gyűjti a hulladékot. Nálunk van-e ilyen kritikus tömeg? Képezhető ilyen kritikus tömeg? Abszolút képezhető. Tehát az emberek tanulékonyak, azt gondolom. Magyarországon egy csomó ilyen kérdés gyerekcipőben jár, de azt gondolom, ahogy egyre riasztóbb, főleg a globális felmelegedés, mert egyre riasztóbb kérdéseket látunk, azt látjuk a hírekben, hogy áprilisban aszályról beszélnek a mezőgazdaság képviselői Magyarországon, ami ugye első hallása a egykor vizekben igen gazdag Kárpát-medencében egy látszólag humorosnak tűnhető, de egy nagyon húsba vágó kérdés. Mikor ezek a kérdések szerintem el fognak érni a társadalom igényével együtt egy olyan pontot, amikor ezt a saját bőrükön fogják legalábbis közvetve érezni Magyarországon az emberek, akkor már biztosan. Térjünk vissza ahhoz a térséghez, ahol kezdtük. Tehát mondjuk Fokvárosban mit lehet csinálni, amikor ennyire súlyos a helyzet? Volt egy kampánya a WWF-nek, az ottani szervezetünknek is, aminek az volt a lényege, hogy a víz nem a csapból jön, és ez igazából arra irányítja rá a figyelmet, és világszinten is erre lenne igazán igény, hogy a helyben keletkező vizeket, azokat meg kell tartani, tározni kell. Nem is biztos, hogy feltétlenül a tradicionális metódusok szerint, mi szerint nagy tározókat építünk, vízes élőhelyekben, természeti területekben, talajban, a talaj víztározó kapacitása a legnagyobb minden közeg közül. Tehát alapvetően olyan megoldások felé kell elmozdulni, amik jelenleg nem konvencionálisak. A víztisztítás, mint olyan, az mennyire fejlett mondjuk ebben a térségben? Hát én úgy tudom, hogy abból pont Fokvárosban azért olyan sok kivóvízre nem számíthatnak, de ők mondjuk a tengerpart mellett vannak, tehát sótisztító technológiák elérhetőek. De ezek mind drága, modern technológiák, aminél valószínűleg vannak Európa, egyszerűbb megoldások. Európa, vagy az a térség, ami egyébként egy ilyen menekültáradatnak a célországa lehet erről, azért most már egyre többet beszélünk, figyel erre? Hogy valahogy segítséget, akár technológiai segítséget, pénzbeli segítséget juttassunk. Én úgy tudom, igen, hogy az Európai Uniónak, illetőleg az ENSZ-nek is nagyon sok ilyen vízhez kapcsolódó programja van. Röviden a végén, ugye itt mindvégig az emberről és az emberi vízfelhasználásról beszéltünk, ugyanakkor lehetnek ennek más kárvallottjai. Akkor, hogyha visszahúzódik a jégpáncél az északi sarkon, akkor, hogyha tűnik el az ivóvíz, ez mennyire veszélyezteti az állatvilágot? Alapvetően azt látjuk a globális folyamatokban, hogy az állatok, illetőleg a növények, tehát az élőhelyek, azok fokozatosan alakulnak át, hol drasztikusabban, hol kevésbé értelemszerűen a kérdés, meg a klasszikus példa például a sarkvidékek élővilága, ahol ezek a változások a legdrasztikusabbak a korábbi sok év ezreden keresztül változatlan körülményekhez képest, ott a legdrasztikusabbak. De ennek a Kárpát-medencében is számos jele van már. Éppen pillanatokkal ezelőtt a beszélgetésünk előtt a szünetben mutattam meg Emiliának az Egyesült Arab Emirátusokban épített. Egy hete meglátogattam, én megmondom őszintén, hogy rázott a hideg, és nem csak azért, az sivatag kellős közepén egy plázában felépített síközpontot. És azért azon most nagyon elgondoltam. Lehet, hogy nem olyan víztakarékos megoldás. Bobosztak a gyerekek, tényleg hihetetlen kép volt. Azért mondom, nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt. Köszönjük szépen.